Köszöntöm újra a szeretettel a hallgatókat a mikrofonnál, Vas Mai vendégem a stúdióban Rácz János színművész, akivel egy új szerepéről fogunk majd beszélgetni, ugyanis felnőtteket fog megtanítani a színjátszás csinyára, bínyára röviden talán így lehet bemutatni. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat. Valójában egy ilyen, legalábbis én úgy képzelem el, nem csak arról szól, hogy most a színészmesterség csinyába, binyába avatod be őket. Többről van szó, ha jól gondolom, hiszen olyanban is segíthetsz a jelentkezőknek, hogy hogyan növeljék az önbizalmukat, hogyan legyenek magabiztosabbak, hogyan kell felszólalni vagy megszólalni például mások előtt. Te elmondod, hogy ez mit is takar, de hogy született meg az ötlet? Tehát ez egy belső igényed volt, hogy el vagy segíts azoknak, akiknek erre szüksége van, vagy ez egy ilyen külső megkeresés volt feléd? Ez egy külső megkeresés volt, konkrétan Osgyáni Mihály, Misi barátom is volt, egri kollégám keresett meg ez ügyben, hogy egy országos programot indítanak, Fátyol Szinkör néven. Hangsúlyoznom kell, hogy nem színész képzésről van szó, hanem abból az indítatásból jött az ötletük, hogy a mi a 40-es, 50-eseknek, de talán még a 30-asoknak sincs olyan szabadidő vagy kikapcsolódási lehetőségük, és hogy hát, ha esetleg ez egy kicsit segít ö, ezt a dolgot megoldani. Olyan szempontból, hogy nem egy konkrétan szórakozási lehetőség, hanem alapvetően egy ö, kikapcsolódási, egy kicsit ö, lelkileg felszabadító lehetőség, és hogy kipróbálják magukat, hogyha esetleg rendelkeznek ilyen ambícióval, hogy ők esetleg abban a helyzetben ők ö, színpadra állhassanak, és hogy kipróbálhassák, hogy milyen, milyen a másik oldalon állni, és nem, nem uh -huh. csak a nézőtéren ülni. Akkor jól éreztem az elején, vagy jól mondtam az elején, hogy nem csak azokat váljátok, aki ezt kisebbiekben akár hivatásként gondolja, akár profi, akár amatőr szinten, hanem egyszerűen tényleg a megjelenéshez, a fellépéshez, egy kicsit önbizalom növeléshez ez nagyon jót tesz, és ahogy mondod, valószínűleg egy közösség tagja lesz, tehát ez a közösségi élmény is megszületik. Így van, Misinek van egy éves tapasztalata ebben, ő Cegléden vezet egy ilyen csoportot, és ott vette észre, hogy nagyon nagy igény van erre a felnőtteknek, és hogy, hogy mennyire összeverbuválódott egy ilyen csapat, és hogy segítik egymást. Tehát lényegében egy kis közösség alakult ki ott Szegléden, és hogy milyen lenne ez, hogyha egy ilyen országos programot hirdetnének, és hát ha segítenének az embereknek abban, hogy egy kicsit a stresszlevezetést <laughs> például, meg hogy tényleg, tényleg felszabadultan kikapcsolódjanak mm. egy kicsit. Meg ez lelkileg is jót tesz szerintem. Így van, így van. Hogyan képzeled el, hogyan fognak zajlani majd a foglalkozások? El kell mondjam, hogy ez a fátyos színkör, ez a fátyol kiadó ötlete alapján, a Osgyáni Misi ötlete alapján, ugye azért fátyol, mert uh, Misinek jelent meg egy, egy könyve néhány évvel ezelőtt, ez a, a kicsit oldalra billent, ami olyan nagy sikerű lett, hogy most már kiadták német nyelven is a későbbiekben, most már más nyelven is ki adni, és alapítaniuk kellett egy ilyen fátyol kiadót, és lényegében a hátterét uh, a fátyol kiadó adja. Egyeztetések már voltak a jelentkezőkkel, itt a régióban, a Fátyol színkörtén én képviselem, vagyis hogy velem játszhatnak, szórakozhatnak a jelentkezők. Jelen pillanatban Egerben és Gyöngyösön fog október közepe elindulni a csoport. Füzesabonyba még várjuk a jelentkezőket. November végéig körülbelül, november, november végéig lehet még jelentkezni és csatlakozni a csoporthoz, még hogyha nem is most rögtön októberben kezdi el velünk a foglalkozást, és legközelebb sajnos csak egy év múlva. Ez ugye felnőtteknek szól, körülbelül hány embert váltok egy csoportba? Mi az az ideális létszám, ami még úgy jó, nem sok, és van egy gondolom, egy minimális, ami pedig szükséges, egy elinduljon? Hát a minimális az mindenképpen egy ilyen 13-14 fő körül, aztán lehet, hogy leszünk húszan is. Az nem gond, minél többen vagyunk, annál jobb. Több a hölgy, valamiért ők vállalkozó szelleműbbek, mint a férfiak, úgyhogy ezúton is szeretném biztatni az urakat, hogy bátran jelentkezzenek egy kis játékra. Mégis milyen módszerekkel fogsz elindulni? Tehát mi a terv? Nos, Hát lényegében ugyanúgy fogunk elindulni, mint ha ez egy, ez egy színész képzés lenne, ugye az alapokat azért jó, ha, ha megtanulják. Vagyis Akár, nem biztos, hogy mindenhol. Hát egy úgy, kis, ugye? kis beszédtechnika, kis mozgás, kis helyzetgyakorlatok, kis bizalomjátékok, amik kicsit segítenek feloldani a gátlásokat is. Aztán előveszünk kisebb jeleneteket. És a tervek szerint év végére készülünk, vagy egy komplet előadással, vagy különböző jelenetet kell, természetesen figyelve arra, hogy mindenkinek megfelelő súlyú, pontosabban azonos súlyú feladata legyen. Azt is talán még elárulhatom, hogy ha igazán sikeres lesz országosan ez a program, akkor a tervek szerint jövő szeptemberben egy ilyen fesztivált is tartanának, még nem tudom a helyszínét, ahol ezek a különböző, az ország különböző pontján lévő csoportok megismerik egymást, bemutatkoznak ezekkel az elkészült előadásokkal, és tapasztalatokat is cserélhetnek. Van-e valamilyen bemeneti követelmény, hogy ezt a nem szép fogalmat használjam? Lényegében nincs. Bárki jelentkezhet. Uh -huh. Felnőtteket várunk elsősorban 18 éven felülje. Felnőtteket. Heti egyszer három órát jelent elfoglaltságban. Én azt hiszem, hogy ha ezt valaki nagyon akarja, és szükségét is érzi ennek a lehetőségnek, akkor ennyi áldozatot talán hozhat még az is, akinek családja van. Mi volt az első reakciód, amikor megtudtad, hogy benned gondolkodnak? Mert azért valahol ez mégsem a mindennapi szerepeid, tehát az, hogy te kiállsz, úgymond egy-egy szerepre a színházban azért... Ez nem ugyanaz, hogy utána meg te tanítod a többieket, te próbálod bevinni ebbe a világba a többieket hát ezt inkább a misit kéne megkérdezni, hogy ő miért, miért gondolt rám. Talán szakmailag és emberileg is tart olyan embernek, vagy olyan színésznek, aki erre alkalmas. Izgalmas a dolog. Én azt hiszem, hogy ez egy adókapok lesz olyan értelemben, hogy nem csak én fogok tudni nyújtani nekik valamit, hanem én is fogok nagyon sok mindent tőlük kapni. Ezt azért is merem állítani, mert néhány évvel ezelőtt volt szerencsém a Vásáros Naményi Kontársulatot rendezni három alkalommal is, és mindig úgy fejezem ki magam, hogy ők nem fél amatőrök, hanem fél profik, mert azért már jó néhány éves tapasztalattal rendelkeztek, mikor engem oda meghívtak vendégként, és a velük való munka, a rendezés, a, a próbák, azok, azok nagyon sok mindent adtak nekem. Egy az, hogy Lehetőségem volt a másik oldalon állni és irányítani őket, és másik oldalról gondolkodni, hogy hogyan is készül el egy ilyen darab. Hát nem irigylem a rendezőket, azért, azért meg kell mondjam. De nagyon izgalmas volt, és, és ők is nagyon-nagyon sok élményt és nagyon sok tapasztalatot adtak nekem ezzel kapcsolatban. De beszéljünk egy kicsit rólad, amikor te voltál abban az életszakaszban, amikor téged tanítottak a szakmai rejtelmeire, akkor te nevezzük úgy, hogy intézményi keretek között tanultál. Akkor ki volt igazán az a mestered? Nem tudom, ez mennyire titok, vagy mennyire tudják. Én, én a Nemzeti Színház Színi Akadémián végeztem még 96-ban. Az a Nemzeti Színház, az már nem az a Nemzeti Színház, az most Pesti Magyar Színház néven fut. Nekem Bodolai Géza és Peremartani Krisztina voltak az osztályfőnökeim. És hát én voltam olyan szerencsés helyzetben, hogy a 90-es évek közepéről beszélünk, amikor még úgy a nagy színész még még aktívan ö, játszottak ott a Nemzeti Színházban. Fú, de annyi nevet tudnék mondani, Sinkovics Imre, Kálai Ferenc, Szakácsi Sándor, Béres Ilona. Tolnai Klári, úristen, nagyon sok nevet tudnék mondani, Agárdi Gábor. Tehát nekem szerencsém volt, és ez egy nagy ajándék a, a sorsnak, az életnek, hogy én ilyen helyen kezdhettem, és hogy ö, ilyen színészek mellett állhattam, testközelben állhattam mellettük, és leshettem el a, a fortéjaikat, hogy így mondjam. Ugye nem csak iskolai körülmények között tanítanak egy színész, hanem egész élete folyamán tanul, tanul a rendezőktől például. És azok közül ki volt az, aki úgy téged úgy érzett, hogy, hogy a legjobb instrukciókkal terelt erre a pályára? Ez nagyon nehéz kérdés. De azt hiszem, hogy aki ittől a legtöbbet tanultam, de mind a mellett a legkeményebb kézzel bánt velem, és a legtöbbet kaptam tőle pro és kontra, az Szegvári Menyhért volt, és a másik, az egy vendégrendező volt évekig rendezett itt Csizmadia Tibor igazgatása alatt, őt pedig Radoszlav Milenkovic volt, akitől rengeteget tanultam, ő egy nagyon-nagyon nagy koponya is, nagyon nagy színház csináló ember, de, de összességében még nagyon sok rendezőtől kaptam ha hanem tudtam, előre tudtam, hogy az első nevet ki fogod helyteni, mert bármely kollégáddal vagy itt, vagy más fórumon beszélgetek, és az fölteszem ezt a kérdést, a menyus mindig elhangzik. Mi az, amit te tőle megtanultál a leginkább? Valahol azt mondta egyébként az egyik kollégád, hogy az volt az ő titka, hogy ő egy kicsit pedagógus is volt, nem kicsit. Tehát, hogy pedagógiai módszerrel is terelt titeket. Hát ő nem finomkodott. Tehát, hogyha <laughs> Hogyha ő úgy érezte, hogy kicsit durvábban kell, vagy durvább eszközöket kell, hogy hogy, használjon arra, hogy belőlem kihozza azt, amit ő szeretett volna látni, akkor ő nem finomkodott, és ez volt a jó, mert én azt hiszem, hogy egy, egy jó pedagógus, és főleg színészpedagógus az ilyen hogy ő nem csak a könnyebb utat választja, nem csak finomkodva szépen, hanem hogy ha, ha érzés látja, hogy az az eszköz kell hozzá, hogy elérje, és nem csak azt, amit ő szeretne látni tőlem, hanem hogy belőlem is kihozza, és én is megérezzem azt, amit ő szeretett volna látni tőlem a színpadon, akkor úgy mondjam, nem válogatott az eszközökben. Mm -hmm. De ezt most a jó értelemben mondom. Nagyon fiatal voltál, amikor eldöntötted, hogy erre a pályára lépsz. Ha most képzeletben össze kellene hasonlítani azt a rácianit, meg a mostanit, hogy mik azok, amiket abból a kezdőszínészi karakterjegyekből, személyiségjegyekből mára már elhagytál, és mi az, ami mondjuk újként jött be? Tehát magyarul milyen utat jártál be, mint fejlődés szempontjából, mint színész az elmúlt, nem mondjuk, hány év alatt? <laughs> Ez nem tudom, hogy másoknál így van-e de nálam így történt, hogy egyre jobban vágytam a komolyabb szerepekre, egyre jobban éreztem magamban azt, hogy képes vagyok komolyabb szerepet is megfordálni. tehát én magamban is mélyebbre le tudok nyúlni a annak a szerepnek a más formálásához. Hát, amikor a pályámat kezdtem, akkor egy kis, nem is tudom, minek nevezzem magam, tehát hogy egy ilyen, ilyen kis mitugrász voltam, aki, aki szeretett szórakoztatni. Tehát, hogy nekem akkor az volt, hogy nem, nem akarom csúnyán, jó, kimondom csúnyán, tehát, hogy nem vicceskedni, de közben nem vicceskedni, csak hogy, csak hogy szórakoztató, mindenképpen szórakoztató akartam lenni, és hogy nekem azt éreztem, hogy nekem ez a, az alapvető uh, utam ezen a pályán, aztán nagy ez be is bizonyosodott, hogy igen, hogy a vidám darabok, amik, amik nekem nagyon feküdtek, és ahogy ugye Karinti mondja, hogy a, a viccben nem ismerek tréfát, én is megtanultam, hogy, hogy a színpadon is a, a legszórakoztatóbb, a legvidámabb, a leghumorosabb jelenetek is csak úgy működnek, hogyha azt is igazán őszintén, mélyről megformálva játsza az ember, mert, mert akkor lesz igaz. Ez idő kellett, hogy én rájöjjek és megérezzem azt, és rávezessenek ezek a rendezők, hogy ez tényleg így működik, hogy akkor lesz hihető hogyha minél komolyabban játsza az ember a leghumorosabb szerepeket is. Igen, mert ugye mondtad, hogy komolyabb szerepekre vált, de nyilván hangulatban meg, meg akár az, hogy mélyebbre menj lelkileg erre gondolsz, mert Igen. valójában, mint megformálandó szerep, vagy a feladat, inkább ezt mondom, a folyamat, ahogyan felépíted, az ugyanúgy komolyságot kíván mind a kettőtől. Valószínű, hogy az is hozzájárul ehhez, hogy az ember az elmúlt évtizedek alatt Ugye én most nemrég töltöttem az ötvenet, és egyre több tapasztalatot, és egyre több olyan magánéleti, akár válságot, vagy magánéleti fájdalmakat, családtag elvesztése, tehát minden olyan dolog, amit, amit csak a, az életkorral lehet összegyűjteni, olyan tapasztalatokat, olyan, olyan érzéseket, ahhoz idő kell. Annak igazán zseninek, vagy veleszületett színésznek kell lenni, akár mondjuk húsz évesen is tud olyan mélységekbe lemenni, mi szükséges egy egy komoly szerep. Ez nagyon kevesen vannak. Úgy érted, hogy ahhoz, hogy te egy ilyen karaktert, igazán jól ma meg tudj formálni, ahhoz sajnos kellettek. Olyan fájdalmas megtapasztalások, amikből tudsz meríteni. Igen, igen, ami, amihez az ember vissza tud nyúlni, az emlékekhez, azokhoz az érzésekhez, hogy, mi, hogy mit élt át akkor, milyen gondolatok cikáztak az agyában. Ez mindenképpen kellene a, a, saját megélt élmények és tapasztalatok. Az elmúlt időszakból melyek voltak ezek a szerepek, ahol úgy érezted, hogy ezt már meg tudod élni a színpadon? Uha. Uh, <laughs> Na most ezen el kell gondolkodni. Vagy ez még, erre még vársz? <laughs> hát a nagy drámai szerepre még várok. Voltak olyan ö, szerepeim, amik, ugye erről egy korábbi beszélgetésben mi, mi már, mi már szótajtettem, hogy ö, hogy a Salgó Tarjani Színházban például ö, megkínáltak egy-egy olyan szereppel, amire én is azt mondtam, hogy hogy nem ár és kerekedett a szemem, hogy ezt nem gondoljátok komolyan. Aztán bebizonyították, hogy igen, igenis komolyan gondolták, Na, és helye, hogy képes ez, vagyok ez, erre. Hogy <laughs> De... ez a meglepődés, tehát, hogy úgy érezted, hogy eddig, vagy nem volt lehetőséged ilyen karaktert megformálni, és hogy biztos, hogy tében nem gondolkodtak? Tehát így érted ezt a meglepődést? Igen. Tehát, hogy még én magam sem gondoltam arra, hogy, hogy én mondjuk erre a szerepre, alkalmas vagyok, vagy bárkinek eszébe jut, hogy hogy én lehetek. Legyen egy példa, mondjuk a, a nem élhetek muzsika szó nélkülnek a Nyíri Balázsa, aki egy, egy erőteljes, dúvad ember, egy alkoholista ember, aki már harmadik napja a Balázs napot ünnepli. Ezt nem gondoltam volna, hogy, hogy én, az én testalkatommal, az én habitusommal, az én színészetemmel idéző jelbe én erre képes vagyok, és ráadásul Mikó István rendezte, aki maga is megjegyezte, hát igen, hát egy olyan karakter, egy olyan színész vagy, mint én, de hát majd meglátjuk, mire megyünk ketten. És mégis ki tudta hozni belőlem, úgymond, az állatot. Uh -huh. És ez nagyon jó érzés volt. Jó, jó volt ö, felszabadítani olyan energiákat is magamban, és, és olyan oldalamat is egy kicsit a felszínre hozni, amit úgy titokban így éreztem magamban, de nem gondoltam, hogy mondjuk egy, egy szerep megformálásában ez így felszínre tör. Tehát, mit te se vetted magad komolyan? Még én sem vettem magam komolyan, úgyhogy én is akkor vártam a, a mm. csodát, hogy akkor, ha ezt akartát, akkor bizonyítsátok be, és és hát a még kopista bebizonyította, hogy ez ez tud működni. Mm -hmm. Említetted az elején, vagy ugye közepet a, a beszélgetésünknek, hogy ilyen szórakoztató alkat voltál, vagy szórakoztatásra vágytál, hogy csak úgy önfeledten szórakoztas, mondjuk akár a színpadon, akár gondolom próbán, tehát egyáltalán ebben a millióban, amiben élsz. Jaj, Kis nem, nem, én egy rettentő, gátlásos, visszahúzódó tényleg? ember voltam, igen, én én nem, nem voltam az osztály bohóca, hogyha erre gondolsz, vagy hogy... vagy Jól, nem akartam de, így fogalmazni. De hogy, de, hogy, de hogy messze, messze nem volt. Hát ilyen kis szilánkok, vagy ilyen kis szikrák voltak például hetedik osztályban, ugye volt egy ilyen, ilyen, osztálybuli, és akkor az akkori barátommal kitaláltuk, hogy egy, egy akkor is lágerre vagy csináljunk valami kis koreográfiát, gondoltam én, de így majd visszagondolva sem tudom, hogy ezt akkor ez honnan jött, vagy miért, de hogy csináltunk egy kis koreográfiát, és akkor bemutattuk. És a középiskolában pedig a ballagás vagy szallagavatóra írtam egy piroska és egy farkas átiratot, egy, me egy mese átiratot, egy kicsit lazább, kicsit szabadabb, szájobb, de azért mégis előadható dolgot, és akkor azt meg is rendeztem, csak abban én voltam a mesélő, tehát hogy így voltak már ilyen kezdemények, de igazából soha nem gondoltam arra, hogy én ezt szeretném csinálni. Hogy ezek honnan, vagy milyen indítatásból jöttek, azt nem tudom, de így visszagondolva már akkor elindult valami... Érdekes, tehát a szakma maga, a szakma gyökere, vagy az, hogy létrehozni valamit az érdeket, Igen. csak még úgy a szereplés már nem bontakozott ki annyira. Volt olyan is, ugye Radnóti nem tudhatom című versét mondtam el, és <laughs> hát az elmondhatom, akkor van egy ilyen sor benne, hogy Commodore hempereg, és ugye akkor volt divat ez a Commodore számítógép, és véletlenül komodort mondtam, és emlékszem, hogy a, ez a Budapesten, ugye budapesti vagyok, és a Soroksári úton volt egy ilyen nagy üzemcsarnok, és akkor ott volt egy azt hiszem november megemlékezés megemlékezése, nagy ilyen műsor, és, és akkor ott több száz néző előtt. Mondtam ezt így ki, tehát hibáztam, de azért hozzá tennem, hogy én nem vettem észre, csak nem tudtam, hogy mi a derű odalent a nézőtéren, csak a végén mondták el. hogy... Hát már akkor is szórakoztam. Hát igen. És az hogy tudatosan aztán pályára lépsz, az mikor alakult ki? Én tizen, hát akkor gyorsan így röviden elmondom, 16 évesen jelentkeztem az Arany 10 musical Stúdióbe, ez a rock a stúdiója volt, mert ugye énekes akartam lenni, és ott a mesterség tanárom, ugye színészmesterséget is tanultunk, Schubert Éva volt, és ő nyitotta fel a szememet, és ő irányította pálya felé, mert ő látott bennem fantáziát. Hát először úgy voltam vele, ugye, hogy hát ez is egy óra a sok közül, ugye balettot, meg dramaturgiát, mindenfélét tanultunk, de aztán rájöttem, hogy tényleg neki van igaza, vagy ugye jó szeme volt, hát nem csak fantasztikus színésznő, hanem fantasztikus pedagógus is volt, hogy nekem ezt a pályát kell választani. De már abba, hogy amit most fogsz csinálni, ott is egy kicsit valahol pedagógusnak kell lenni, mert lehet, hogy jönnek elő olyan akár magánéleti problémák bárkiből, amit egy-egy ilyen kis szituációs játék, vagy bármilyen beszélgetés előhoz, tehát lehet, hogy lesz mit megbeszélni, vagy átbeszélgetni, tehát, hogy ez egy kicsit összetettebb feladatkör lesz, mint az, hogy én most színészként valamit mutatok, be a valamit a mesterségből. Hát igen, ebben a helyzetben nekem nem csak, nem csak pedagógusnak kell lenne, már ha pedagógus vagyok, majd kiderül, de, de azt hiszem, hogy valamilyen szinten nekem a, a bizalmasuknak is, és a, a barátjuknak is kell lennem, és hogy kell, hogy legyen szemem arra, hogyha valami probléma van, és akkor tudjuk kezelni, vagy tudjuk feloldani. Mondjuk nagy részt szerintem azért fognak jönni, hogy bizonyos dolgokat magukban feloldjanak ezzel, de mindenképpen azt gondolom, igen, hogyha lesz ilyen, akkor ezt mindenképpen kezelni kell. És itt Jön elő, hogy én nem színész vagyok, én nem pedagógus, hanem akkor én is ember vagyok, és, és valahogy segíteni kell. Igen, meg az is nagyon jó, hogy ugye hiteles példa vagy arra, hogy amikor az ember fiatal korában gátlásokkal küzdik. Itt lehet, hogy most találkozol egy 50 évesen, aki még mindig ezekkel küzdik. De hogy ez a, ez a mesterség, vagy ezek a kis feladatok, majd amiket kitalálsz, ez hogyan? segíthet abban, hogy levesse ezt a gátlást, hiszen belőled is végül is valahol az elején ugye ez indította el ezt. Hogy egyre nagyobb önbizalmat lett. Igen, én azt hiszem, hogy hogy mindenképpen a segítségükre lesz ez, hogy egy kicsit kibontakozhatnak. Azért tegyük hozzá, hogy ez mind zátkörűen fog zajlani, tehát nem fog oda bejönni senki. Hát annál jobb. Így van, tehát ez egy olyan, mint egy terápiás igen. csoport. Igen. Hogy, Csak hogy direkt úgy nem akartam mondom. ezt a szót használ, de, de ez most nem, nem, nem maioratív értelemben, ez egy igenis egy terápiás csoport, ahol segítünk egymásnak, és mind a mellett egy alkotói csoport lesz, és egymás segítségére leszünk, és majd lesz egy produktum, remélhetőleg az év végére. Ha valaki a jelentkezők közül annyira komolyan gondolja az egészet, hogy ő hivatásának is gondolná, mondjuk jelentkezik egy 20 éves fiatal, vagy 25 éves fiatal, akkor milyen tanácsot tudnál most adni neki egy útra valóul, hogy majd ha erre a pályára mész, akkor ezt meg ezt tartsd az szem előtt. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy embernek kell maradni, tisztelni kell a másikat, és nagyon nagy lelki erő kell ehhez a pályához és hogy ezt is megegyeznem, hogy nem fog meggazdagodni, mint színész. Ha csak nem a, abba a színészi elitbe kerül egyszer csak. Vagy ha nem haknizik sokat. Vagy nem haknézik sokat. Ez inkább, inkább szerelem és elhivatottság. Ezt csak úgy lehet csinálni. Ez máshogy nem. Hát, amit egyébként a közönség szeretete ad vissza a leginkább, tehát Egy ennek van. a munkának úgymond a gyümölcse, ez ez legfőképp. Igen. Mit értesz az, hogy hatalmas lelki erő hozzá. Nagyon sok kudarc fogja érni. Sok kudarc ért szerintem mindenkit, aki elindult ezen a pályán. Nagyon rögös a pálya, nagyon sok ellenlábas akad ezen a pályán. Sok az irigy, főleg, főleg hogyha ha tehetséges az illető, akkor nagyon sok irigyével és kerékötével fog találkozni, és ezekkel, ezekkel meg kell küzdeni, ezeket félre kell tudni tenni, tudni kell kezelni, Ezeket megéltette is? Meg. Én is megértem. És még a mai napig is vannak ilyenek, tehát ez egy, ez egy, folyamatos, folyamatos küzdés, és saját személyemben ez egy folyamatos küzdés önmagammal is. Te akartam mondani, hogy nem kis lelki kell ahhoz sem, hogy az ember józanul tudja megítélni magát ebben a hivatásban, tehát, hogy ő mennyit ér, mit tud. Én azt gondolom legalábbis, vagy nekem, nekem ez a véleményem, hogy, hogy egy színész nem tudja saját magát megítélni, hogy milyen színész, hogy milyen a színpadon. Most hogy formálta azt a szerepet? Én azt gondolom, hogy ez lehetetlenség. A tükör az ott van lent, ők majd megmondják, hogy, hogy milyen vagyok. Szerethető vagyok-e, hiteles vagyok-e abban a szerepben, de én, én nem tudom, és nem is értem meg azokat a, azokat a kollégákat, akik ki tudják magukról jelenteni, hogy én ebben a szerepben hú, de jó voltam. Honnan tudja? Belülről nem azt éljük meg, mint amit kívülről látnak. És az annyiszor bebizonyosodott, hogy még a pályám elején, hogy azt éreztem, hú, ez most nagyon jó sikerült, és kiderült, hogy nem. Meg volt ennek az ellenkezője is, hogy azt éreztem, hogy hát ez nem is, Mondta, ú, Isten, de jó volt ebbe. Nem, nem tudjuk, nem tudjuk ezt megítélni. Ne nehéz. Ugyanakkor meg atom mosolygok magamban, hogy pont a veled készült interjúkra emlékszem vissza, hogy hiába voltak a közönség sikerek, a tapsok, mert azért valljuk be nagyon sok olyan alakításod volt, ahol ezt igenis megkaptad. Valahol mindig éreztem benned egy ilyen kis hogy, hogy biztos, hogy jó vagyok-e. Nem tudom, hogy ez miből adódik. Van egy ilyen, egy ilyen örökös kétség magam felől, de valószínű, hogy ez, ez visz előre mindig. Igen, ezt hát meg ez lehet, hogy jó. Mindig is. van egy ilyen bizonytalanság bennem, hogy ez jó elég jó volt-e. Még olyan is eszembe jött, hogy át lehet, hogy más, ezt még jobban meg tudta volna csinálni, miközben mondjuk most, mit tudom, ott teljesen oda vannak, vagy oda voltak azért az előadásért, vagy azért a szerepért. De benne mindig vannak kétségek, és nem tudom, hogy miért. Nyilván valamiféle önbizalommal rendelkezem, mert azért csak fölállok én arra a színpadra, de hogy mindig ott vannak a kérdések bennem, hogy hogy ez tényleg elég jó volt-e, vagy lehetett volna valamiért jobb, de valószínűleg ez mozgat mindig előre, és ez visz előre, hogy, hogy mindig, mindig agyaljak, mindig gondolkodjak, mindig próbálkozzak dolgokon. Ezért szeretem a próbákat, mert ott annyi, annyi lehetőség van, már ha az idő engedi, hogy az ember kutasson egy bizonyos szerepben, hogy, hogy merre induljak el, melyik a jó irány, és ebben segít egy jó rendező, egy jó rendező, akkor talán talán eljutok oda, hogy egy kicsit önmagamnak elfogadhatóvá tudom formálni azt a szerepet, de hogy én mindig meglegyek el, vagy egyszer is meglegyek elégedve egy, egy általam megformált szereppel, az még eddig soha nem fordult elő, de szerintem nem is fog. Hát én kívánom azért neked, hogy mégis, jó? ez hogy érd meg ezt az élményt, és kívánom nektek itt, az elkövetkezendő hónapokban pedig, hogy a fátyol ne le a szakmáról is, rólatok is, egymásról is, és érezzétek jól magatokat együtt. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a meghívást. Kedves hallgatóink, Önök Ráczi Jánost és ott hallották, tartsanak velünk máskor is. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.